Sziasztok! A mai videóban ezt a tulipán mintás terítőt fogjuk elkészíteni. Hogyha úgy gondolod, hogy szeretnéd te is megcsinálni, akkor gyere és tarts velem! Kezdjünk is hozzá, amire szükségünk lesz, az biztos, hogy egy horgolófonál. Én most ehhez egy ilyen 100%-os pamut fonalat fogok használni, és igazából nem tudom, hogy hol kell ezt nézni. 195 méter hosszú, és nem tudom, 2,5-es és 3-as, és 2,5-es horgolótűt ajánl hozzá. Én egy 2-es horgolótűvel fogom ezt most elkezdeni. A minta első szakasza, 7 darab láncemet fogunk készíteni. Jaj. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Összekapcsolom az elejét a hátuljával. És egy kúszó szemmel összekapcsoltam. Ezután emelek felfelé 3 darab láncemet. 2, 3, majd közvetlenül ide készítek egy egyrehajtásos pálcát. Ez egy párnak fog megfelelni, és ez mellé készítek egy darab láncemet. Megint jön egy pár, egyrehajtásos pálca, 1 és 2. Majd megint jön egy darab láncem. Megint jön egy pár, összesen 8 pár egyrehajtásos pálcát fogunk készíteni. És közte pedig egy darab láncszem. 1, 2. Egy darab láncszem. Pedig 1, 2, 3, és még 5-ször. Egyrehajtásos pálca. Közte egy darab láncem. Egyrehajtásos. Közte egy láncem. Megint. Közte egy láncem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, és még 2-szer megismételjük. 1. És még egy. És közte egy láncem. Összekapcsolom az elejét a hátuljával. Egy kúszó szemmel. Következő sor. Kikúszok ide oldalra. Kúszó szemmel. Emelek felfelé 3 darab láncemet. És ugyanebbe a láncembe, vagyis ide a lukba készítek egy darab egyrehajtásos pálcát. Majd emelek felfelé 3 darab láncemet, és a mellette lévő ide, ebbe a lukba megint jön egy darab egyrehajtásos pálcapár. 2. Megint jön 3 darab láncem, és a mellette lévőbe megint egy pár egyrehajtásos pálca. Megint 3 darab láncem, és a mellette lévőben megint egyrehajtásos pálcapár. Megint 3 láncem, és így haladok egészen a sor végéig, amíg 3 darab láncemmel jövök a legvégén, és majd összekapcsolom ezzel. Beértem a teljes sorba, majd emeltem felfelé 3 darab láncemet, és most úgy szintén összekapcsolom az elejét a hátuljával egy kúszószemmel. Megint kijövök ide a szélére, emelek felfelé 3 darab láncemet, és megint 3 darab láncemet. És mostantól minden egyes
egyrehajtásos pálcának a tetejébe dupla egyrehajtásos pálcát fog készíteni. Ennek a tetejébe egy dupla mellé közvetlenül egy dupla. Egy. Kettő. Majd jön három darab láncszem. És megint dupla. Egy rehajtásos pálca. Egy. Kettő. Majd egy. És kettő. Úgy szintén három darab láncszem. És így megyek sorba, teljesen a sor végéig, amit három darab, amit úgy fogok zárni, hogy ebbe a szembe, ide az egyrehajtásos pálca tövébe kettő darab egyrehajtásos, majd ide egy darab, és ezzel itt is meg lesz a négy darab egyrehajtásos, és majd összekötöm az elejét a hátuljával. Befejeztem a sort, majd összekapcsolom az elejét a hátuljával. Így. Ezután emelek felfelé három darab láncemet, és még plusz három darab láncemet, és utána úgy fogjuk csinálni, hogy az első és az utolsó egyrehajtásos pálcának a tetejébe dupla egyrehajtásos pálca, a két középsőbe pedig szimpla. Mutatom. Egy dupla az elsőbe, egy szimpla a következőbe, megint egy szimpla a következőbe, és végül egy dupla az utolsóba. Megint jön három darab láncem. Egy, kettő, három. És ugyanez ismétlődik. Egy dupla. Egy szimpla. Megint egy szimpla. És végül megint egy dupla. Három darab láncem. És így megyek végig az utolsó részig, ahol az elsőbe dupla, majd egy-egy szimpla, és ide végül csinálunk még egyet, hogy itt meglegyen az egyrehajtásos pálca pár. Beértünk a sorba, és most összekapcsoljuk a harmadik láncszemnél. 1, 2, 3. És ezután folytatjuk. Ez volt az 1, 2, 3, kezdeti sor. 1, 2, 3, 4. És most jön az ötödik sor. Emelek felfelé megint három darab láncszemet. Megint hármat. És ezután ugyanígy folytatódik az első szembe dupla. Majd jön 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 szimpla, és az utolsóban megint dupla. 1, 2, jön 3 darab láncszem. És ugyanaz folytatódik 8 soron keresztül. Az elsőbe dupla, az utolsóba dupla, közte pedig sima szimpla. Az utolsónál pedig, a kezdeti pontnál, úgy szintén ugyanúgy, ahogy előbb, az elsőbe dupla, majd végigmegyek, és az utolsóba a három darab láncem mellé még egy darab egyrehajtásos, a köztes részben pedig három darab láncem. Véget ért a sor, úgy szintén összekapcsolom az elejét a hátuljával a harmadik láncemnél, és folytatódik ugyanígy, három darab láncem felfelé, és még plusz három darab láncem a köztes rész miatt, majd megint az első láncembe, vagy az első egyrehajtásosba dupla, majd megyünk sorba szimplával, szimpla, szimpla,
egészen a sor végéig. Összesen középen 6 darab szimplát készítünk, majd jön megint egy dupla egyrehajtásos pálca a végébe, és 3 darab láncem a köztes részben. 1, 2, 3. Így készítünk el minden egyes sort, az elsőbe dupla, az utolsóba dupla, és itt is az elsőbe dupla, majd végig megyünk, és az utolsóba dupla. Véget ért a sor, most úgy szintén 1, 2, 3, harmadik láncembe összekötöm. Majd folytatjuk tovább, ugyanez a menet, 3 láncemet emelek felfelé, és jön megint 3 láncem, 1, 2, 3, és jönnek a duplázások, szimplázások, duplázások. Elsőbe dupla, aztán szimpla, és az utolsóba megint dupla. Megint jön 3 darab láncem, és így folytatom körbe a teljes sort. Itt ugye a végénél úgy szintén az elsőbe dupla, majd végig szimpla, és az utolsóban 3 láncem mellé készítünk még egy darab egyrehajtásos pálcát, és úgy lesz meg itt is a dupla, és összekapcsolom az elejét a hátuljával. Beértem a sorba, összekapcsoltam az elejét a hátuljával, és emelek felfelé megint 3 darab láncemet, és megint 3 darab láncszemet. Megint jön a duplázás az elejébe, szimplázás a köztes részbe, és megint duplázás az elejébe. És ezt még 3 soron keresztül meg fogjuk ismételni, és utána el fogjuk kezdeni a tulipánnak a szárát, a leveleit kialakítani. Végig megyek a soron, és az utolsó szembe dupla, így elsőbe dupla, végig megyek szimpla, az utolsóba dupla. 3 darab láncem, és ismétlem körbe a kört, az utolsónál pedig az elsőbe dupla, végig megyek, és az utolsóba még egyet készítek, hogy ez is dupla legyen. Összekötöm az elejét a hátuljával, és ez a sor is elkészül. Véget ért a sor, összekapcsoltam az elejét a hátuljával, és még 2 soron keresztül fogunk ugyanígy tenni. 3 láncemet emelek felfelé, majd jön megint 3 láncem. Az első egyrehajtásos tetejébe dupla egyrehajtásos, majd végig megyek a soron, és megint dupla egyrehajtásos a végén. Azután megint jön 3 darab láncem, és így folytatom tovább egészen a sor végéig, a legvégén pedig ugye az elsőbe dupla, majd végig szimpla, és az utolsóba készítünk még egy darab egyrehajtásost a 3 láncem mellé, majd összekapcsolom az elejét a hátuljával. Ide egy dupla, 1, 2, és 3 darab láncem. Így folytatom körbe a sort. Végére értem a sornak, összekapcsoltam, emelek felfelé megint 3 darab láncemet, és még plusz 3-at, és megint jön a duplázás. Ez lesz ebből az utolsó sor, amikor úgymond tágítjuk a kört, és ezeket a részeket csináljuk. Innentől kezdve pedig, ha ezzel végeztünk, el fogjuk kezdeni a leveleknek a kialakítását.
Szóval végig megyek szimplával, és az utolsó lukba megint dupla, majd jön három darab láncszem, és az utolsó résznél pedig az elsőbe dupla, végig szimpla, és az utolsó szembe, ahol már három darab láncszemet készítettünk, oda jön megint egy darab egyrehajtásos pálca, és végül összekapcsoljuk az elejét a hátuljával. Egy dupla, kettő és három darab láncem. Jelenleg így nézünk ki. És ide, mint mondtam, egy dupla, szimpla és az utolsóba dupla. Végére értünk a szaporító sornak, és most elkezdjük kialakítani a levelet. Három darab láncemet emelek felfelé, és most itt kettő darab, három darab láncem, úgy szintén, egy, kettő, három. És itt pedig ennél a nagyon nagy résznél úgy fogjuk leosztani, hogy először készítünk 8 darab egyrehajtásost. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, majd jön kettő darab láncem, és ide a közép részbe, ez lesz a szára középen, ide is jön kettő darab láncem, egy, vagy kettő darab egyrehajtásos, bocsánat, és utána megint kettő darab láncem. Így fog szétválni a szár, és végül majd a levél. És megint jön 8 darab egyrehajtásos a végén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Kettő közti részben 3 darab láncem, és megint folytatódik. 8 darab láncem, vagy 8 darab egyrehajtásos, 2 darab láncem, 2 darab egyrehajtásos középen, 2 darab láncem, és 8 darab egyrehajtásos. És így megyek körbe, idáig a részig. Itt pedig úgy szintén, mivel itt már megvan nekünk a 3 darab láncem, ez egyet jelent egy 1 darab egyrehajtásossal, ezért itt 8 darab egyrehajtásos, 2 darab láncem, 2 darab egyrehajtásos, 2 darab láncem, és itt pedig csak 7 darab egyrehajtásost fogunk készíteni, mivel ez a 8. Végére értem a sornak, összekapcsoltam az elejét a hátuljával, majd úgy szintén emelünk felfelé 3 darab láncemet, és megint 3 darab láncemet, és folytatni fogjuk a szár kialakítását. 8 darab egyrehajtásos pálcát fogunk készíteni az előző egyrehajtásos pálcáknak a tetejébe, mindegyikbe simán szimplát. 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. A köztes részben 3 darab láncem lesz, 1, 2, 3, és jön a szár rész kialakítása. Úgy szintén 2 darab egyrehajtásos pálca, egyet az egyikbe, egyet a másikba, megint jön 3 darab láncem, és utána jön még megint 8 darab egyrehajtásos pálca. 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. És jön megint 3 darab láncem. És így folytatjuk tovább körbe a teljes sort, és ugye itt 8 helyett 7-et, mert hogy ez már egy darab egyrehajtásosnak felel meg. Véget ért a sor,
Most jön a következő sor. Itt annyiban fog változni, hogy a szár melletti résznél 4 darab láncemet fogunk alkalmazni, vagy használni. 3 láncem felfelé, és még plusz 3 a köztes részben. 8 darab egyrehajtásos. Négy darab lence, 2, 3, 4, a köztes részben 2 darab egyrehajtásos, négy darab lence, 1, 2, 3, 4, és végül 8 darab egyrehajtásos. A két rész között pedig 3 darab láncszem. Így fogjuk tovább folytatni, és megyünk körbe a végéhez. Végére értem a sornak, összekapcsoltam az elejét a hátuljával, majd készítek felfelé 3 darab láncszemet. Ezután még 3 darab láncszemet, és utána elkezdem a levélnek a fogyasztását, hogy itt szép fokozatosan csúcsos legyen a levél. Készíteni fogok elsősorban 6 darab egyrehajtásos pálcát. 3, 4, 5, 6 darabot. Majd az utolsó két egyrehajtásos pálcát ezt úgymond összehúzzuk. Csinálok úgy, mintha elkezdeném az egyrehajtásost, majd visszamegyek a mellette lévő lukba, és ott is fölhúzom. Először az első 3-at húzom össze, majd utána összehúzom az utolsó kettőt. És így szép fokozatosan csökken a levél, viszont nem lesz közte egy luk. Most jön 4 darab láncem, majd 2 darab egyrehajtásos, az egyrehajtásos pálcák tetejébe. Megint 4 darab láncem, 1, 2, 3, 4, és itt úgy szintén úgy fogom csinálni, viszont most úgy kezdem, hogy ide csak belehurkolok, a mellette lévőbe viszont egyrehajtásosként készítem, összehurkolom az első 3-at, majd az utolsó 2-t. És itt is úgy szintén el fog csúszni nekem oldalra. És megyek tovább egyrehajtásos pálcákkal. Egészen a sor végéig. A sor végén készítek 3 darab láncszemet, és megyek tovább a következő ugyanilyen levél szakaszra. Sor vége, 3 darab láncszem, és jön tovább. 6 darab egyrehajtásos, az utolsó 2-t összekapcsolom. És így megyek tovább egészen a sor végéig. Végére értem a sornak, majd emelek felfelé 3 darab láncszemet. És innentől kezdve, hogy a levél formája rendesen kialakuljon, itt is el kell kezdenünk növelni a szálakat. Szóval a 3 láncem emelés után ide most 4 darab láncemet fogok tenni. 3, 4. Itt ezekben a köztes részekben, eddig ugye végig 3 darab láncem volt, most ebben a sorban 4 darab láncemet fogunk készíteni. Ennél a résznél itt úgy szintén fogyasztani fogjuk az egyrehajtásos pálcát, ahogy eddig, tehát 1, 2, 3, 4, 5 darab egyrehajtásos pálcát készítek, és az utolsó 2-t pedig fogyasztom. 1 és 2. Ezt a 3-at összehúzom, majd összekapcsolom. Ebben a sorban 6 darab láncemet fogok készíteni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A köztes részben 2 darab egyrehajtásos pálca jön. 1,
kettő, majd megint 6 darab láncem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Majd úgy szintén jön egy fogyasztósor, egy a hurokra, megint 3-at összekapcsolom, és végül az 1-et, és ezután jön 5 darab egy ráltásos. 1, 2, 3, 3, 4, és 5, és a végén pedig 4 darab láncszem, mint mondtam a köztes részben. 1, 2, 3, 4. Majd kezdődik előről az egész, annyi a lényeg, hogy 3 láncszem helyett 4 láncszem, itt ugye előtte való sorban 4 láncszem volt, most 6 láncszemet növeltünk, és fogyasztottunk egy-egy oldalon a levélből. Befejeztem a sort, most folytatjuk tovább, emelek felfelé 3 darab láncemet, és itt a köztes részben eddig 4 láncem volt, most innentől kezdve 5 láncem lesz. 1, 2, 3, 4, 5 darab láncemet emelek, még pluszba felfelé, majd jövök tovább az egyrehajtásos pálcákkal. Megint fogyasztok 1 darab egyrehajtásos pálcát, 1, 2, 3, 4 darab egyrehajtásos pálca, és jön a fogyasztás. 1, 2, összekapcsol, és összekapcsol. Majd itt megint plusz 1 darab láncemet fogunk tenni, vagyis 7 darab láncemet fogok növelni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab láncem. Jön a köztes rész, 2 darab egyrehajtásos pálca, 1, 2, megint jön 7 darab láncem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, megint jön egy fogyasztás a sor elején, összekapcsol, és jön megint 4 darab egyrehajtásos pálca. 1, 2, 3, 4. A köztes részben pedig 5 darab láncem. 1, 2, 3, 4, 5. És megyünk tovább megint. Egyrehajtásos pálca, fogyasztás, 7 darab láncem, 2 darab egyrehajtásos pálca, 7 darab láncem, itt megint fogyasztás, 4 darab egyrehajtásos pálca, és 5 darab láncem, és így tovább. Elkészültem a sorral, most megint emelek felfelé 3 darab láncemet, és úgy szintén megint csak növelni fogjuk a köztes láncemet, itt pedig most az előbb itt 4 volt, itt 5 volt, és most 6 darab láncemet fogunk készíteni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Majd megint csökkenteni fogjuk az egyrehajtásost, fogyasztunk egyet, jönnek az egyrehajtásosok, 1, 2, 3, és 1 darab fogyasztás. Ebbe a köztes részben megint növeljük 1 darab szemmel, 7 helyett most 8 darab láncszem lesz, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 darab egyrehajtásos jön középre, 1, 2, és megint 8 darab láncszem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, először egy fogyasztás, majd jön 3 darab egyrehajtásos pálca. 1, 2, és 3. És megint 6 darab láncem, 2, 3, 5, 6. És így megyünk sorba. Beértem a sorral, most megint emelek felfelé 3 darab láncemet. Majd ez lesz most az a sor nekünk, itt a szűkítésnél, hogy megcsináljuk az utolsó fogyasztást,
majd az utolsó szárat, és ezután is sorban elkezdjük, vagy várjunk csak, nem rosszul mondom, 2-4. Ez a 18. sor, itt már elkezdjük a virágnak a fejét kialakítani. Szóval emeltem felfelé 3 darab láncemet, majd emelek még felfelé 2, 4, 6, 7 darab láncemet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nem, itt még nem jön a virág, itt először még láncemek lesznek. Nekem is nehéz, ezt most csinálom először. Szóval egy darab egyrehajtásos. Itt is fogyasztani fogunk egy darab egyrehajtásost. Egy, kettő egyrehajtásos, egy fogyasztás. Majd a köztes részben itt 10 darab láncem. Egy, kettő, három, öt, hat, 7, 8, 9, 10. Jön 2 darab egyrehajtásos. És megint 10 darab láncem. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 és 10. Utána jön megint egy fogyasztás. És jön megint 2 darab egyrehajtásos a végén. Köztes részben pedig 8 darab láncem. Nem? Várjunk csak 2... 7 darab láncem. 2, 4, 5, 6 és 7. Mert a közepébe fogjuk elkezdeni majd a virágnak a díszítését csinálni. Jön megint egyrehajtásos pálca, és kezdődik előről az egész. Szóval, hol tartunk most? Fogyasztottunk, most már csak 3 darab egyrehajtásos. Ez az utolsó szár, innentől majd jön ide a virágnak a feje, és megint fogyasztottunk a 2 levelet. És most jelenleg így nézünk ki. Ezt ismételjük egészen a sor végéig, amíg ide nem érünk. Véget ért az a sor, összekötöttem az elejét a hátuljával. Itt most azt fogjuk csinálni, hogy nem emelek felfelé 3 darab láncemet, hanem ugye itt a 2 rész között 7 darab volt a láncem, ezért én nekem be kell kúsznom 3 darab láncemet, és a negyediknél pedig készítek egy rövid pálcát. 1, 2, 3, és ide a negyedikhez, ide nem kúszószem, hanem ide egy rövid pálcát fogok tenni. Így vagyok bent ennek a közepénél. És most fogok felfelé emelni 3 darab láncemet, és ugyanebbe a lukba készítek még 2 darab egyrehajtásos pálcát. 1 és 2. És most fogjuk elkezdeni itt megcsinálni a virágnak a fejét. De először még mindig fogyasztani fogunk a levélnél, hogy teljesen csúcsos legyen. Szóval most itt egy darab egyrehajtásost készítek, majd egy teljes fogyasztást, és ezzel igazából véget ért a levélnek a mintája. Így fog kinézni a levél. Szépen csúcsosodik felfelé. Majd ezután jön nekem 5 darab láncem. 1, 2, 3, 4, 5. És ezen a csíkon, ami ugye 10 darab láncem volt az előbb, 2, 4, 5, a 6. láncemig leszámolok, és ott készítek egy dupla egyrehajtásos pálcát. 1, 2, 3, 4, 5, de a 6. egy dupla egyrehajtásos pálcát. 1, 2, és innentől kezdve a 7., a 8., a 9. és a 10. is készítek egy darab egyrehajtásos pálcát. 1, 2, 3, és 4, de az utolsóba, és az egyrehajtásos pálcák tetejébe úgy szintén megint készítek egy-egy egyrehajtásos pálcát, ahogy az előbb, 1, 2,
majd a másik irányba úgy szintén 1, 2, 3, 4 darab szimpla egy ráhajtású spálca jön, és az ötödikbe pedig egy dupla, 1, 2, 3, 4, és az ötödik láncszembe egy dupla egy ráhajtása spálca. 1, és ugyanide még egy, majd megint jön 5 darab láncem. 1, 2, 3, 4, 5, és ide át megyek megint egy szűkítéssel. 1, 2, összekapcsol egy sima egyrehajtásos pálcával, és a kettő közti ide megint a közép részbe fogunk bejönni, ami azt jelenti, hogy készítek 3 darab láncszemet, majd megkeresem itt bent az 1, 2, 3, a negyedik láncszemet, 1, 2, 3, ide, és ide készítek 3 darab egyrehajtásos pálcát. 1, 2, 3. Megint jön 3 darab láncem, és minden kezdődik előről. Fogyasztok egyet, majd jön megint ide a leszámolva hatodikba dupla, majd 4 láncemet szimpla, 2 egyrehajtásos pálca, 4 darab egyrehajtásos, az ötödik láncem a dupla egyrehajtásos, megint 5 darab láncem, és itt megint fogyasztás, és így tovább, és megyek teljesen körbe, teljes körbe az egész terítőn. Végére értem a sornak, jelenleg így nézünk ki, ugye itt befejeződött a levél, és itt pedig elkezdjük a virágot csinálni. Most, hogy ide visszaértem, és elkészítettem az utolsó egyrehajtásos pálcát, ugye korábban itt volt mindig a kezdő sorunk, itt befejeztük, jött felfelé 3 darab láncem, és ezzel itt folytatódott. Most ide teszek 3 darab láncemet, és becsatlakozom az első egyrehajtásos pálcának, ugye a 3 darab láncem volt ennek a tetejében, majd ide készítek 3 darab láncemet, plusz még 2 darab egyrehajtásos pálcát. 1 és 2. Ez azt jelenti, hogy az első egyrehajtásos pálcába, a tetejébe 3 darab egyrehajtásos pálcánk lesz. A köztes részbe 3 darab láncemet fogunk készíteni. 1, 2, 3. Ide, ezt ugye kihagyjuk, és az utolsó egyrehajtásos pálcának a tetejébe készítünk 3 darab egyrehajtásos pálcát. Jaj. Majd jön 3 darab láncem. 1, nem, várjunk csak, nem 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab láncem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. És itt az első egyrehajtásos pálcának a tetejébe készítünk 3 darab egyrehajtásost. 1, 2, 3, végig megyek teljesen szimpla egyrehajtásos pálcával az összesnek a tetején, majd az utolsóba úgy szintén készítek 3 darab egyrehajtásos pálcát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, és az utolsó szembe jön 3 darab egyrehajtásos pálca. 1, 2, 3. Így, ezzel alakul ki a tulipánnak a feje. Majd jön megint 7 darab láncem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és ismétlődik ugyanaz, ezt itt kihagyom,
Ismétlődik ugyanaz az első egyrehajtásos pálcába, 3 darab egyrehajtásos. 1, 2, 3, közte 3 darab láncszem, majd megint ide 3 darab egyrehajtásos, az utolsó egyrehajtásosnak a tetejébe. Így. Ezzel megyek körbe, és beérek ide az utolsónak a végéig. Végét ért a sor, összekapcsoltam az elejét a hátuljával, majd úgy szintén elmenek felfelé, de először bejövök középre. Ide a középső szemhez, ide fogok bekúszni egy szállal, hogy itt legyek a közepébe. 3 darab láncszemet emelek felfelé, majd készítek úgy szintén 2 darab egyrehajtásos pálcát ugyanebbe a lukba. Jön 3 darab láncszem, és utána ide középre készítek egy összehúrkolt egyrehajtásos pálcát. 3 darab láncszemből fog állni. 2 és 3. Ezt így összehúzom. Vagy nem, az kétrehajtásos, bocsánat, akkor rosszul mondtam, kétrehajtásos pálcából fogok, kétszer ráhajtok, felhúzom egyszer, kétszer ráhajtok, felhúzom egyszer, megint kétszer ráhajtok, felhúzom egyszer, és összekapcsolom ezt a négyet, így fog kinézni. Majd jön 3 darab láncszem, és mostantól mindig a középső szembe fogjuk elkészíteni a 3 darab egyrehajtásos pálcát. És 3. Ezután 5 darab láncszemet emelek felfelé. 1, 2, 3, 4, 5. És végig megyek az összes egyrehajtásos pálcának a tetején sima egyrehajtásos pálcával. Nem szaporítok, nem fog történni semmi, egyszerű, sima egyrehajtásos pálcákat fogok készíteni. Végig megyek egészen az utolsó szemig. Az itt jó sok lesz. Azért ez a terítő jó sok anyagot felvesz, de se baj. Fűbe szondikálva. Jó. A végére értem, jön megint 5 darab láncszem, 2, 3, 4, 5, és megint középre, 3 darab egyrehajtásos pálca, 1, 2, 3, 3 darab láncszem, 2 ráhajtásos, középre, 1, 2, megint, 1, 2, megint, 1, 2, és összekapcsol, majd jön megint 3 darab láncszem, és végül középre 3 darab egyrehajtásos, 1, 2, 3, megint 5 darab láncszem, végig sima egyrehajtásos, így nézünk ki most. És ezt folytatjuk egészen a sor végéig. Befejeztem a következő sort, most automatikusan ide középre csatlakoztam be, és akkor nem kell behúzni. Emelek felfelé 3 darab láncemet, majd készítek ide még 2 darab egyrehajtásos pálcát. 1 és 2. Ezután jön 3 darab láncem, és most a köztes részekbe úgy szintén két ráhajtásos pálcás összehurkolást fogunk csinálni. 2 és 3.
két ráhajtásból összehurkolt három darab ilyen kis csúcsos részt. Majd jön megint három darab láncszem, és átmegyek a túloldalra, és ott is úgy szintén két ráhajtásos pálcából összehurkolt kis csúcsos részt fogunk csinálni. És ide a harmadikat. Egy, kettő, jaj, kettő, és összehurkolom ezt a hármat. Így megint jön három darab láncem, és készítek ide a középrészben három darab egyrehajtásos pálcát. Egy, kettő, három. Eddig így nézünk ki. Ezt a részt csináltam meg, és most megyünk tovább. Az előző sorban 5 darab láncemet készítettünk, most pedig 4 darab láncemet fogunk készíteni. 1, 2, 3, 4, és megint megyünk sorba, sima, egyszerű, egyrehajtásos pálcákat fogunk készíteni. Igazából a virágfejnek a testét fogjuk ezzel kialakítani. Sima, egyszerű, egyrehajtásos pálca. Végére értem a teljes sornak, és jön megint 4 darab láncem, 1, 2, 3, 3, 4, és a középső részbe úgy szintén megint belehurkolok 3 darab egyrehajtásost, 2, 3, jön 3 darab láncem, 1, 2, 3, a köztes részbe 3 darab két ráhajtásos pálcából összehúrkolt csúcsrészt. 2, 3, amit összekapcsolok, majd megint 3 darab láncem, és átmegyek a túloldalra. 1, 2, 3, és összekapcsol. Megint 3 darab láncem, és jön a közép részbe 3 darab egyrehajtásos. Így. És ezzel megyek körbe teljesen a végéig, és ide megint a közepébe fogok becsatlakozni. Végére értem a sornak, most megint készítek felfelé 3 darab láncemet, majd ugyanebbe a láncembe 2 darab egyrehajtásost. Ezután jön 3 darab láncem, és ezekbe a részekbe ide, ide és ide dupla két ráhajtásos összekapcsolás. 1, 2, 3, és összekapcsolom. Majd megint 3 darab láncem, és középrészre is jön ugyanez. 1, 2, 3, összekapcsolom, megint 3 darab láncem, és most jön az utolsóba. 1, 2, 3, és összekapcsol 3 darab láncem, és itt lesz az utolsó ennél a sornál, amikor ebbe a részbe és ebbe a részbe egyrehajtásos pálcát készítünk, mert a következő sortól ide is 2 ráhajtásos pálca fog készülni. 3, szóval 3 darab egyrehajtásos, 3 darab két ráhajtásos összekapcsolva, és egy darab egy ráhajtásos a végébe. Majd jön
3 darab láncszem. 1, 2, 3 darab láncszem. 3 darab láncszem, majd ezután egy érdekes sor fog következni. Készítek ide 2, 4, 6 darab egyrehajtásost. 1, 2, 3, 4, jaj, 4, 5, 6 darab egyrehajtásost, majd ezután 10 darab láncszemet. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ez majd középen meg lesz jelölve, és megyek tovább megint 6 darab egyrehajtásossal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, megint 10 darab láncem. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. És megint jön 6 darab egyrehajtásos pálca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Így. Ezek a részek majd itt középen össze lesznek kapcsolva. Ezzel fogjuk szétválasztani a virágnak a csúcsait, a tulipánét. És megint jön 3 darab láncem, és folytatjuk tovább a közép részbe. 3 darab egyrehajtásos, 1, 2, 3, majd 3 darab láncem, és a közép részekbe pedig dupla, vagyis hát két ráhajtásosból összekapcsolt 3 darab ilyen kis csúcsforma. Így. Közte 3 láncszem, és megint megyek tovább a középrészbe, és az utolsó két ráhajtásos összekapcsolt, 1, 2, 3, és jövök ide az utolsó részbe. 1, 2, és 3, majd összekapcsol. És jön megint 3 darab láncem, és jön 3 darab egyrehajtásos pálca. 1, 2, 3, jön megint 3 darab láncem, és folytatódik tovább az előző dolog, 6 darab egyrehajtásos, 10 láncem, 6 darab egyrehajtásos, 10 láncem, 6 darab egyrehajtásos. És így megyek körbe teljesen a terítőnél, amíg ide a végéhez vissza nem érek. Végére értem a sornak, és most pedig ezekbe a részekbe is kétrehajtásos pálcát fogunk készíteni. Az azt jelenti, hogy emelek felfelé 4 darab láncemet, és ugyanebbe a láncembe 2 darab kétrehajtásos pálcát fogok még készíteni. Most emelek felfelé 3 darab láncszemet, és úgy szintén a köztes részekbe ide, 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 ide marad a kétrehajtásos összekapcsolt csúcsos rész 3 darab láncszemmel köztes részben. Három darab láncszem. És összekapcsol. 3 darab láncem. Három darab kétrehajtásos. És összekapcsol. 3 darab láncem. És 3 darab kétrehajtásos.
és összekapcsol. Három darab láncem. És az utolsó ide két ráhajtásos pálca, három darab. Kettő, és három. Mutatom, hogy nézünk ki. Két ráhajtásos pálcával kezdtünk, három darab, majd az összekapcsolt négy darab két ráhajtásos összekapcsolós csúszva, és három darab két ráhajtásos a végébe. Ezután jön kettő darab láncem, és egy kicsit most megváltozik itt ez a rész, mert csinálunk kettő darab egy ráhajtásos pálcát, egy-kettő, majd a következő két részt összekapcsoljuk. Egy fél egyráhajtásos, egy fél egyráhajtásos, és összehúz. Majd megint egy fél egyráhajtásos, egy fél egyráhajtásos, és összehúz. Ezután készítünk 5 darab láncemet, 1, 2, 3, 4, 5, amit utána ide középre behurkolunk, és megint 5-5. 1, 2, 3, 4, 5. Átjövök a túloldalra. Itt úgy szintén, itt fogok kezdeni, de a közép részt azonnal összehurkoljuk. Összehurkol, fél egyráhajtásos, fél egyráhajtásos, összehurkol. Majd a következő, fél egyráhajtásos, fél egyráhajtásos, összehurkol. És végül az utolsó, fél egyráhajtásos, fél egyráhajtásos, és összehurkol. Ezután jön megint 5 darab láncem, 1, 2, 3, 4, 5, behurkoljuk középre, és megint jön 5 láncem, 1, 2, 3, 4, 5, és megint a szélen 2 darab összehurkolás, 1 fél, egy fél összehurkol, egy fél összehurkol, és két darab egyrehajtásos, 1 és 2. Majd megint jön két darab láncem, és folytatódik előről 3 darab két ráhajtásos, a köztes részben 3 darab két ráhajtásos összekapcsol, közte 3 darab láncem, és az utolsóban 3 darab két egyrehajtás, vagy két ráhajtásos. És így megyünk sorba, a sor végéig, amíg ide nem érünk. Véget ért a következő sor, most úgy szintén folytatjuk tovább. 4 darab láncemet emelek felfelé, ez egy két ráhajtásos pálcának fog megfelelni. Ugyanebben a láncemben jön még 2 darab két ráhajtásos pálca. Majd jön 4 darab láncem. 1, 2, 3, 4. Nem, bocsánat, itt még 3 darab láncem az elsőnél, és utána jön majd 4 darab láncem. Jön 3 darab két ráhajtásos összekapcsolva. Ezt összekapcsolom. És itt jön 4 darab láncem. 2, 3, 4. Megint két ráhajtásos, 3 darab összekapcsolva. És összekapcsolom 4 darab láncem. Megint 3 darab két ráhajtásos összekapcsolva. Négy darab láncem. Három darab két ráhajtásos összekapcsolva. Három darab láncem a vége.
Két ráhajtásos összekapcsolva. Nem, itt még négy darab láncem, bocsánat. Vissza. Tehát még négy darab láncem. Ide jön még egy három darab két ráhajtásos összekapcsolva. Majd jön három darab láncem. És három darab két ráhajtásos a végébe. Szóval tisztázzuk még egyszer. Itt kezdtük. Három darab két ráhajtásos, itt három darab láncem. Majd jött 1, 2, 3, 4, 5 darab két ráhajtásos összekapcsolva, közten 4 darab láncemek, és a végén 3 darab láncem úgy szintén, és 3 darab két ráhajtásos. Jön 2 darab láncem, és itt ebbe a tetejébe ezt a négyet össze fogjuk most kapcsolni. Egy darab fél egy ráhajtásos, még egy darab fél egy ráhajtásos, még egy fél egy ráhajtásos, és még egy fél egy ráhajtásos. És ezt a négyet így egybe húzom. Ez lesz a virágnak a csúcsa. Majd jön 5 darab láncem, 1, 2, 3, 4, 5, és behurkolunk ide középre. Megint jön 5 darab láncem, 1, 2, 3, 4, 5. Ezt a három részt összekapcsoljuk. Fél egy ráhajtásos, fél egy ráhajtásos, fél egy ráhajtásos, összekapcsol. Jön megint 5 darab láncem, 1, 2, 3, 4, 5. Ide belehurkolok a közepébe. Megint 5 darab láncem, 1, 2, 3, 4, 5. És úgy szintén összekapcsoljuk ezt a négyet. Fél egy ráhajtásos, fél, és megint egy fél, és összehúzom. Most így nézünk ki jelenleg. Így néz ki egy tulipán. És hogyha megnézzük az egészet, akkor ilyen a mintánk. Szerintem gyönyörű szép. És így haladunk sorba. Megint jön ez a rész, egészen a sor végéig. Végéhez értem a sornak, összekapcsoltam az elejét a hátuljával. És most kezdjük el rögtön, hogy hogyan is folytatjuk. Kettő darab láncszemet emelek felfelé, majd jön megint a köztes rész. Ide középre három darab kétrehajtásos pálcát fogok készíteni. Kettő. Három. Az első szakasznál három darab láncemet emelek, és jön három darab két ráhajtásos pálcából álló összekapcsolás. A kettő között most viszont 5 darab láncemet emelek, 3, 4, 5, majd becsatlakozom ide a következőbe. 1, 2, 3, jó, ezt összekapcsolom. Megint jön 5 darab láncem, 1, 2, 3, 4, 5, és megint folytatom. 2, és 3, összekapcsolom. 1, 2, 3, 4, 5, jön a következőbe, ugyanez, két ráhajtásos pálcából összekapcsolás, és 3, összekapcsolom, 5 láncem, 1, 2, 4, 5, következőbe, és megyünk tovább. 1, 2, 3, 4, 5. Ide még 5 darab láncem.
Ide az utolsó szakaszba, ahol megint három darab kétrehajtásos pálcát készítünk, ide három darab láncem. És jön ide három darab kétrehajtásos pálca. Egy, kettő, három. A virág fejnél kettő darab láncszemet fogunk készíteni, majd belecsatlakozunk ide, és ezután 5 darab láncszem, 1, 2, 3, 4, 5, amivel belecsatlakozunk ide középre, de próbáljatok meg ide a középpontjába csatlakozni. A kettő közti részbe 7 darab láncszem jön, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, amivel átjövünk ide a túloldalra. Ezzel úgymond a tulipán elkészül. 1, 2, 3, 4, 5 láncem a következő csatlakozás, amivel becsatlakozok ide. Majd 2 darab láncemmel zárom, és kezdődik előről megint ez a szakasz. És hogyha megnézzük, akkor jelenleg így néz ki a tulipánunk. Ugye innen még hiányzik ez a szakaszrész, meg a többi körbe a tulipán. Így néz ki a tulipán a közepétől. Szerintem gyönyörű, szép. Jó, így folytatjuk tovább, és hogyha végeztem, jövök vissza. Végéhez értem a sornak, és most pedig becsatlakozunk ide, a szokásos kezdőpontba. Készítek felfelé 4 darab láncemet, és jön még ide 2 darab kétráhajtásos pálca. Egy, teljesen a tetejéig, 2. Hogy az első résznél itt 3 darab láncem jön, majd jön ide belőle egy összekapcsolt kétráhajtásos. 3 darab kétráhajtásosból. Összekapcsoljuk csúcsosan. Ezután jön 6 darab láncem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. És végig megyek az összes lukon a kétráhajtásos pálcával. Elkészültem az összes kétrehajtásos összekapcsolással, és itt a végén úgy szintén megint 3 darab láncemet fogunk készíteni, és jönnek a kétrehajtásos pálcák. 3 darab. 1, 2 és 3. És most nem fogunk 2 darab láncemet készíteni, hanem jön 5 darab láncem, 1, 2, 3, 4, 5, és korábban készítettünk 3 darab húrkot. Egy volt itt, egy középen, és egy itt. Ennek a középsőnek a közepébe fogjuk lehúrkolni ezt az 5 darab láncemet, ide, így, és megint jön 5 darab láncem. 1, 2, 3, 4, 5. Teszek 2 ráhajtást a tűre, és automatikusan ide egy kétráhajtásos pálcát fogok tenni, ahogy ugye kezdődik a sor eleje megint. 3 darab kétráhajtásos, és ezzel fog a közép rész nekem felemelkedni. Ezután jön megint 3 darab láncszem. És mutatom most, hogy nézünk ki, és kezdődik minden lényegében előről. Most ugye így néz ki ez a terítő, a felső része már így elkezdett ez így beemelkedni, és a következő részben pedig teljesen így be fog záródni, és úgy fog látszódni nekünk ez a gyönyörű szép tulipán. Értem a sornak, most megint ide csatlakozunk, emelek felfelé 4 darab láncemet, 1, 2, 3, 4, és ezután elkezdjük megcsinálni az utolsó előtti sort. Most legelőször ide még készítünk 2 darab kétrehajtásos pálcát. 1, 2, majd jön 3 darab láncszem. 1, 2, 3, és ide ebbe a részbe jön 3 darab kétrehajtásos pálca összekapcsolva. És a köztes részben
Ott pedig ezen a részen 9 darab láncemet fogunk emelni. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 és 9. Majd jön megint 3 darab kétrehajtásos pálca. És összekapcsoljuk. 9 darab láncem. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Így haladok egészen az utolsó lukig, idáig. Mindenhova ezt a 3 darab kétrehajtásos pálca összehurkolást csináljuk 9 darab láncemmel. Majd eljutok ideig, és utána mondom tovább. Végére értem ennek a sornak, ahol 9 darab láncemet emelünk, és most pedig ide az utolsó részre, ide 3 darab láncemet fogunk emelni. Úgy szintén elkészítjük a 3 darab kétrehajtásos pálcát az utolsó részbe, ahogy ugye az elején kezdtük. És itt most ide értünk a virágfejhez. A virágfejnél most már nincsen lánc, nincsen hurok, semmi, egyszerűen az elejét és a hátulját, ezt a részt össze fogjuk hurkolni, egy kétrehajtásos pálcával fogjuk folytatni. Ide becsatlakozom a szemben lévő részbe, és egy kétrehajtásos dupla párral, vagyis hát három kétrehajtásos pálcával fogjuk három darabbal bezárni, és innen folytatjuk tovább. Megint emelek felfelé 3 darab láncemet, és jön ez a rész. Belehurkolok. 1. Belehurkolok. 2. Belehurkolok. 3. Összekapcsolom. Majd jön 9 darab láncem. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. És így folytatom tovább egészen a sor végéig, addig, amíg az utolsó láncszemhez nem érek. Jelenleg így néz ki a virágunk, és jönni fog a befejező rész. Beértem az utolsó sorba. Az utolsó 2 darab 3 ráhajtásos pálcának a végét össze fogom kötni ennek a 3 darab 2 ráhajtásos pálcának a közepével. És ezután el fogok kezdeni rövid pálcákat készíteni. Megyek ide, egy rövid pálca. Ebben a köztes részben 3 darab rövid pálca, 1, 2, 3, majd ide jövök, ide is teszek egyet, ez lesz a negyedik, és ebbe a nagy részbe, ebbe pedig 7 darab rövid pálcát fogok csinálni, méghozzá úgy, hogy 1, 2, 3 rövid pálca, jön a negyedik, ide jön egy pikó, 1, 2, 3, így. Rövid pálcákat fogok készíteni, mégpedig ebbe a nagy részbe az egyik oldalra 7 darabot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lesz egy nyolcadik, ennek a tetején lesz egy pikó. 1, 2, 3, visszahurkolok ide, hogy elkészítsem a pikót, és a mellette lévő részbe ide úgy szintén 7 darab rövid pálca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A köztes részbe egy sima natú rövid pálca, majd jön megint 7 darab rövid pálca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 darab láncszem, egy pikót készítünk, visszahurkolok, majd jön megint 7 darab rövid pálca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7. Középső részbe egy sima natúr pikó,
és így haladok végig az összes láncemen. Itt, ahol ugye három darab láncem volt, ott három darab rövid pálca lesz, ezeknek a tetejébe is három darab, a köztes részbe egy, majd megint megyünk három darab, és ezekbe is három darab, és itt ezekbe a részekbe pedig hét, kétszer hét darab, a nyolcadikba pedig egy pikó. Így horgolom körbe, addig, amíg a sor végéhez nem érek. Jelenleg így néz ki a tulipánom. Szerintem gyönyörű, szép, nagyon jól mutat. És ez mindenképp majd akkor fog igazán mutatni, amikor kimossuk, és szárításnál kicsit lehet úgy szárítani, hogy így kihúzzuk magát a mintát, hogy beformálódjon arra, hogy kell. Az, amik ugye középre kellene, hogy menjenek, azokat be lehet húzogatni picit középre, és egyébként így fog kinézni. A vége pedig ilyen szép díszes pikókkal lesz körbe az egész tele. Ezt elkészítem, és utána jövök vissza. Ez lett a végeredmény. Sajnos elfogyott a fonalam, de már annyira szerettem volna nektek felvenni ezt a videót, hogy úgy gondoltam, hogy legyen így, és most így fogom nektek bemutatni. A lényeg úgy is látszik, gyönyörű szépen ki fog majd simulni. Holnap megpróbálok beszerezni hozzá fonalat, és akkor én is magamnak be fogom fejezni. De azt gondolom, hogy így is nagyon jól látszik, hogy miről is szól, vagy hogy hogyan is néz ki valójában. Ez lett volna a mai videó témája. Ha úgy gondolod, hogy tetszett a videó, akkor kérlek nyomj egy lájkot, kövess be a csatornámat, hogy további videók is eljussanak hozzád, és oszd meg másokkal. Köszönöm, hogy itt voltatok, további jó alkotást kívánok nektek, sziasztok!